Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Gyulajon ülésezette a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A teljes létszámban megjelenő társulás többek között elfogadta az idei költségvetést, valamint megszavazták a közösen fenntartott szociális ellátásokat biztosító Kaposmenti Segítőkéz Alapszolgáltató Intézmény költségtervét is. A közvilágítás karbantartása és a villamos energiaszolgáltatás egy esetleges új alternatív megoldásáról tárgyalt első napirendi pontként a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. A meghívott cég képviselője bemutatójában elmondta, hogy naperőművek építésével is foglalkoznak, és a piaci árnál olcsóbban is tudnak biztosítani villamos energiát a társulás önkormányzatainak. A 10 napirendi pontot tárgyaló teljes létszámban megjelenő társulási tanács többek között döntött a Dombóvár város önkormányzata és a társulás közötti együttműködési megállapodásról is. Megszületetésen végleges formába került ez a megállapodás, amely alátámasztja és megerősíti Dombóvár város képviselőtestületének azt a döntését, hogy 2020. július 1-ével szeretnénk tagjai lenni a Kaposmenti Társulásnak. Nyilván ez egy extrex állapot, még az elkövetkező 6 hónapban nem vagyunk tényleges tagjai, de azt gondolom, hogy az együttműködésre mindenféleképpen szükség van ebben 6 hónapban is, és ennek próbáltuk a megállapodás keretein belül megadni azt, hogy mi ezt hogy gondoljuk, mit képzelünk róla, és örömteli számomra, hogy mind a másik 15 település vezetője ezt elfogadta és egyöntetően megszavazták. Az idén július 1-től hivatalosan is becsatlakozó Dombóvár város önkormányzata és a társulás közötti együttműködés fogadta el most egyöntetően a 15 polgármesterből álló tanács. Alapvetően azt gondolom, hogy eddig ez az együttműködés nem volt meg, hiszen nem volt párbeszéd a város és a 15 település között. Innentől fogva minden olyan információ, amely az ő vagy a város birtokába kerül, megosztjuk egymással. Kaposmenti munkaszervezettel együtt tudunk dolgozni, hiszen azt gondolom, ez nem meglepő, annak a munkaszervezetnek 5 évig én voltam a vezetője. Tehát azt gondolom, hogy ez az együttműködésnek az alapjai jók, és továbbra is így fognak maradni. Nyilván a város szempontjából, és ezt mindig el szoktam mondani, több humán erőforrás és minőség. Szakemberek vannak, hogy egy kis településen megtalálhatók. Ez nyilván a település üzemméretéből adódik, és nem abból, hogy okosabbak vagyunk, mint a falusiak. Ezt most egy kicsit ironikusan mondtam, és ezt mindenki remélem úgy is fogja érteni, de azt gondolom, hogy az a 35 ezer ember, amelyik a dombóvári járást alkotja, azoknak a boldogulása a legfontosabb feladat mind a 16 polgármester számára. Jelenleg csak ugye Dombóváron működik ez a gyepmesteri telep, és az elmúlt időszakban megemelkedett a kóborkutyák száma. Ebből adódóan, miután a másik 15 településről és Dombára szeretnék beszállítani ezeket az állatokat, ezért ezt újra gondolást igényel. Jelenleg 40 darab kennelle működik ez a gyepmester telep, de nyilván 16 település esetén ennek a számát is kell emelni. A jelenlegi humán erőforrás létszáma sem alkalmas erre, hogy ennek az igénynek eleget tudjunk tenni, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ennél sokkal fontosabb, hogy miután a befogott kutyák bekerülnek a dombári gyepmester telepre, a további sorsuk vajon mi lesz. Ennek mentén kértem meg a Help Egyesület vezetőjét, hogy azért tartson egy rövid tájékoztatott arról, hogy ezek a kutyák miután bekerültek a telepre, azért optimális esetben még 3 hónapot ott töltenek, hiszen lehetőség szerint próbálnak nekik új gazdát találni, az új gazdival össze kell szoktatni ezeket az állatokat, tehát ebből adódóan minimum 3 hónap, de inkább 4 hónap szokott lenni, mire egy ketrec felszabadul és újból be tudunk fogadni ebbe állatokat. Nyilván ebből adódóan a 40 kennel számát minimum duplájára kell emelni, ebből adódóan minimum 2, lehetőség szerint 3 embernek kell ellátni ezt a szolgálatot magába a telepen, és ezt gyakorlatilag az is kiderült itt a beszélgetés folyamán, hogy 16 településen a kóborkutyák befogására 365 napon keresztül egy gyepmester kevés, ezért az ő létszámokat is hát 2-re kell minimum emelni. És akkor itt folytatjuk tovább a problémák sorát, hiszen magában a Help Egyesület önkénteseinek a számát is minimum duplára kellene emelni, hiszen ugye ez egy napi elfoglaltság, ezek a kutyákat meg kell sétáltatni, ki kell takarítani az ő szállásukat, tehát azt gondolom, ez egy nagyon szép kívás. Ebben indult már ma egy együttgondolkodási folyamat, és remélem, hogy ez sikeresen rövid időn belül be is tudjuk fejezni. Egy ugyancsak a társulás működését jelentősen meghatározó szervezet tevékenységéről és költségvetéséről is döntöttek. 2007 óta a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó és biztosító segítőkéz alapszolgáltató intézmény ezévi költségvetését is egyöntetően elfogadták a Kaposmenti térség polgármesterei. 10 napi pontot tárgyalt a
a társulási tanács. Kettő fontosabbat emelnék, ez egyik a 2020 évi költségvetésünk, ami a társulás egész évi működését alapokban, vagy alapjaiban határozza meg. Közt az intézményünk, egyetlen intézményünk, ami szociális társokat foglal magában, annak az egész éves működését, és mind a 16 település tekintetében szolgáltatást nyújt. De igazából a feladat az nem változott a társulásnak, illetve a társulás által fenntartott intézménynek, ugyanazokat látja, mint az elmúlt időszakban. A költségvetésben jelentős változás az elmúlt évekhez viszonyítva nem történt. Az év elején bejelentett és azóta hatályba lépő bérminimum növekedés miatt, és hogy a segítőkéz alapszolgáltató intézmény bevételi és kiadási egyensúlya megmaradjon, 1,7 millió forint értékben önkormányzati hozzájárulást kért az intézmény, amit elfogadott a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A hozzájárulást elsősorban a család és gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók béreinek és járulékainak emelkedése indokolta. A segítőkéz alapszolgáltató intézmény házi segítségnyújtás tevékenysége során összesen 83 főt lát el. És mi van a Happy End után címmel tartottak előadást a Házasság Hete országos rendezvénysorozat keretében Dombóváron. Süveges Gergő, Prímadíjas újságíró és felesége Rudán Margit gyógypedagógus saját tapasztalataikat osztották meg a házasság fontos tényezőiről a jelenlévők körében. Közel két évtizede Angliában indult el az a kezdeményezés, mely a házasság és a család fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. A házasság hetét, amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elkötelezettségét a házasság, a család ügye mellett, a világ 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos rendezvénysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros település közösség részvételével. Dombóváron az eseményt a Dombóvári Házas Hétvége Közösség és a Pécsi Egyházmegyek közösen szervezte meg. Úgy gondolom, hogy a házasság hete felhívja a figyelmet egy elkötelezett kapcsolatban való élése, amelynek a házasság egy nagyon jó és fontos megvalósító formája. Ugye a házasság az egy életre szól, legalábbis a katolikus egyház szerint, és mi is így gondoljuk, és a mai világban egy kicsit ilyen cseppfolyós társadalomban, ahol az elkötelezettség akár egymás iránt, akár a dolgok iránt, ez egy kihívás és nehézség a mai embere számára. Úgy gondolom, hogy érdemes rávilágítani erre, hogy érdemes végleg igent mondanunk egy másik emberre, vagy inkább úgy mondanám, hogy egymásra. Közel 20 éves tapasztalatukat osztották meg a Házasság Hete rendezvénysorozat alkalmával Süveges Gergő és felesége. A Prímadíjas újságíró és párja volt már a Házasság Hete arca, és így módon kötelezettségeknek érzik minden esztendőben szerepet vállalni a rendezvénysorozat népszerűsítésében. Reggel az hullafáradtan még, álmosan, de sietve és minden másodpercet beosztva, az lehetőleg az utolsó másodpercig az ágyban maradva és az utolsó másodperc előtt egyel kilépve az ajtón. Szóval ez egy kiváló lehetőség arra, hogy mindenki mindenkivel összeveszem. Gyerek a gyerekkel, gyerek a felnőttel, felnőtt a felnőttel, hiszen mindig mindenki útban van. De valamilyen módon szeretnénk azt elérni, hogy mégse így induljon el a nap. Vagy ha történnek összezördülések, én nem vagyok matematikus, de ki lehet számolni, hogy 6 ember között hányféle variációban történhetnek összezördülések, akkor azok valamilyen módon legalább egy kicsit el is simuljanak, és viszonylag békességben, vagy jó lélekkel tudja mindenki elindulni otthonról. Nekünk jó házasságban élni nagyon nagy örömforrás és az életünknek az alapja. És szívesen osztunk meg néhány tapasztalatot, meg néhány példát arról, hogy nekünk mi működteti napról napra a házasságunkat, hogy mi is nagyon-nagyon sokat tanultunk másoktól, és hát ha a mi ötleteinkből vagy példáinkból más is tud valamit hazavinni, vagy eszébe jut valami, jó házasságban élni. Sokat kell dolgozni a házasságokon, de érdemes. 2010-ben mi voltunk a házasság hetének az arcai, és azóta azért ez egy hát kedves kötelesség is, hogy azt, amit akkor képviseltünk, azt igyekszünk még így 10 évvel később is képviselni. Ez nem egy hétre szólt ez a feladat, azt gondolom, hanem egyáltalán nekünk szól, vagy az életünknek szól ez a feladat, hogy a házasságról beszéljünk később is. Amikor összeházasodtunk, amikor egymás mellett döntöttünk, akkor
emellett, a keret mellett döntöttünk, és hogyha összebalhézunk, akár reggel, akár a nap folyamán, bármikor, akkor is ezen a kereten belül szeretnénk maradni. Mind a kettőnk számára nagyon sokat segít a feszült helyzetekben, illetve a feszült helyzetek megoldásában, hogy egészen biztosak lehetünk abban, hogy ezt a keretet, amit az esküvőnkkel megteremtettünk, ezt nem akarjuk fölbontani. Talán a legfontosabb, és akkor lehet, hogy ez egy kicsit kibújásnak tűnik, de az, hogy dolgozzunk rajta. Talán nem fog magától működni a dolog, hanem mindig meg kell találni azt a pontot, ahol most egy picit javítani kell, egy picit újra tervezni, egy picit átgondolni, és máshogy csinálni a dolgokat. És akkor ez mindenféle területre igaz, folyamatosan kell építgetni. Nem évtizedekben mérjük, hanem fél órákban. 2011 óta tartanak előadásokat a programsorozatban az egész országban. Az idei év mottója a csapatjáték a szerelemmel. Ehhez a témához kapcsolódóan mindennapi példákon keresztül osztották meg a résztvevőkkel kapcsolatukban működő szokásokat és biztonságot adó kereteket. A házasság szentségének a támogatására, megerősítésére, illetve a házasságban való életnek a megerősítésére jött létre a házas hétvégés mozgalom, amely nem csak a házasság szentségét, hanem a papság szentségét is segít és támogatja. Úgy tekintjük, hogy a papság és a házasság egyfajta társszentségek, és a házas hétvége mozgalom ezeket a szentségeket erősíti, ezeket a szentségeket segíti megélni a való életben, és ennek kapcsán tartunk csoportos találkozókat, és úgy gondolom, hogy ez a házasság hete rendezvény ugyanerre világít rá. A romantikus filmekben ismert happy end után kezdődik a való világ, annak minden kihívásával, nehézségével, fájdalmával és természetesen örömével, boldogságával együtt. Ezeket sem elhallgatni, sem elnyomni nem érdemes, mert hosszú távon tönkretesz minden kapcsolatot. Viszont a házas hétvégék tapasztalatai átsegíthetnek mindenkit a felmerülő akadályokon, megmentve ezzel hosszú távra a házasságot. A Kultúrházak Éjjel-Nappal című programsorozat keretein belül rendeztek táncházat Kapospulán. A rendezvénysorozat népszerűségét mutatja, hogy évről évre egyre nagyobb számban érkeznek érdeklődők, és hozzák magukkal a következő táncos generáció tagjait is. Moldvai, Csiki és Gyimesi zenék csendültek fel a Kapospolai Művelődési Házban, ahová a táncolni vágyókat és lehetőség szerint gyerekeiket is várták a szervezők. Természetesen a táncházi hagyományok figyelembevételével a kicsik kezdték, s majd átadták a parkettet a felnőtteknek. De a Kapospola Éjjel-Nappal program nem csak a táncolni vágyóknak ígért szórakozási lehetőséget. Meghívtuk a falut társas játékozásra, kártyázásra, és a bögdösödő foltvarok pedig varrásra, annak ellenére, hogy ma igazából nem szabad varni, van egy ilyen hagyomány 15-én, de hát nem mindenkinek van tyúkja, így azért megpróbálkoznak a varrással. Készültünk egy kis vendéglátással, házi lekvárral, zsírral, hagymával, teával, úgyhogy igyekszünk kitölteni jól az éjszakát, és a kicsiknek még szeretnénk egy játszóházat a tánc után kialakítani, hogy a felnőttek tánc alatt jól érezzék magukat. Igazából a rendezvénysorozatunk most már több év óta kapcsolódik ehhez az országos programhoz, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó projekt, nagyon jól ki lehet használni, és úgy gondolom, hogy egyre többen kapcsolódnak hozzánk, aminek nagyon örülök. A Kapospulaiak bögdöső névre hallgató civil szervezete 13 éve gyűjti egybe a varrással időtöltőket. A csoport népszerűségét jelzi, hogy 20-nál több tagot számlál. Dombóvárról is járnak ki, a szomszédos faluból is jönnek már, és mindig eljárunk több helyre tanulni, és akkor az új ötleteket hozzuk, és közösen megvarjuk. Most én húsvétra készítem a
csirkéket, vagy tyúkokat, nem tudom mi, ilyen tojástartó dísz lesz, és mindig őszünnepekre külön dolgozunk valamit. Már második alkalommal is volt, hogy hívjunk gyerekeket, és először toltartót vartak, meg táskát, és még tervezzük, hogy másik napokon is, vagy hát hétvégén összejöjjünk velük, hogy tanulják meg ők is a varrást. Azt tartják, hogy egy igazi háziasszony jó tud bánni a tűvel, meg a cérnával. Ha nem is annyira, hogy ezzel alkosson, annyira feltétlenül, hogy ne alkozzon gondot megvarni bármit otthon. A gyerekek láthatóan élvezték a táncot és a játékot is. A kapospula éjjel-nappal ismét teret adott az együttlétnek, a közösségek megerősítésének, a hagyományok további etetésének. Szintén a Kultúrházak éjjel-nappal című országos programsorozathoz csatlakozva szerveztek először esküvői fotókiállítást Atalán. A cél az volt, hogy a házasság intézményét egy kicsit világi oldalról mutassák meg, egy olyan profillal, amely a művelődési ház intézményi szerepköréhez is közel áll. Így esett a választásuk az esküvői fotókra. Ahogy változnak a korok, úgy változik a divat. És nem csak a mindennapi viseletben, de életünk egyik legfontosabb pillanatában, az esküvői szokásokban is. A hosszú esküvői fehér ruha egyeduralma már réges-régen a múlté, és ma már nem elrugaszkodott ötlet mezítláb a tengerparton kimondani a boldogító igent. Attalában az az ötlet fogalmazódott meg, hogy gyűjtsék össze a fotókat az itt lakóktól, és ezen keresztül lehessen nyomon követni, hogyan változott a szokásrend, hogyan alakult át az esküvői divat. A kiállítást az indokolta, vagyis hát olyan ötletből adódott, hogy most két országos nagyobb program is zajlódik. A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat, illetve a házasság hete zajlik, úgyhogy ez a két program szüleménye lett magyarul a kiállításunk. Az, az igazság, hogy itt még Atalán nem volt ilyen kiállítás, és úgy gondoltam, hogy esetleg lehetne ebből egy kicsit előremutató dolog. Néhányan jöttek segíteni, akiknek nagyon köszönöm ezúton is a segítő munkáját. Aztán egyre jobban bővült a kiállítási tárgy, hiszen csak fényképekre gondoltam első körbe, aztán jöttek az esküvői ruhák, menyasszonyi ruhák, menyeskeruhák, tehát így a tárlat bővült, és ott egyéb kellékek is kiegészítésre kerültek, akár a kelengyére nézünk, vagy bármi olyan egyéb tárgyra, ami a házassághoz hozzá tartozik. De nagyon fontosnak tartjuk, hiszen keresztény település vagyunk atalaiak, és fontosnak tartjuk azt, hogy a házasságot egy kicsit magasabb szintre emeljük, hiszen ezt már országosan is 2008-tól magasabb szintre emelték, és még nem csatlakoztunk hozzá a programsorozathoz, úgyhogy szeretnénk egy kicsit így kibővíteni a lehetőségeinket. Aztán a települési támogatás, amit az önkormányzat már 3 évvel ezelőtt létrehozott itt Atalában, az is a házasság irányába próbálja terelni a fiatalokat, egy kicsit eszmeileg is fölemelni a házasság szentségét, vagy akár az elköteleződést, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk. Úgyhogy a kiállítás ebből adódott, remélhetőleg ez bővülni fog. Szeretnénk, hogyha minden évben megrendezésre kerülhetne ugyanebben az időszakban a házasság hetéhez kötve, és remélem, hogy egyre többen fognak csatlakozni, hiszen azért elég privát szférát érint ez a képkiállítás, még nem mindenki meri megmutatni, odaadni az emléktárgyait, hiszen olyan emlékek fűződnek hozzá, ami soha nem pótolható mással. Úgyhogy remélem, hogy ez jövőre is alkalmat ad egy szélesebb körű kiállítás. Vannak itt személyes tárgyaim is, de az ötlet az a Magdikától van, hogy hát kérte, hogy segítsünk neki, és hogy képeket, meg egyéb dolgokat is, ruhákat, mindent, hogy segítsünk összeszedni. Nagyon szívesen segítek neki másba is, nem csak ebbe, hogyha valami közösségi dolog van, és szeretnénk valóban bővíteni, hogy jövőre még jobban ki legyen fejlesztve. És hát itt van az én esküvőképem, sőt, még az édesanyámé, édesapámé, a gyermekeimé, akiknek meg már volt a 25. házassági évfordulójuk, itt is meg lehet nézni, az a kép is kint van, és nagyon szívesen csináljuk, őrizzük ezeket a hagyományokat, ami hát itt van Atalán. A képek és relikviák hűképet adnak a változásról. A
kezdeti műtermi beállított képeket idővel felváltották az esküvői pillanatokat elkapó fényképek. A korábbi idők elmaradhatatlan relikviái is elkopóban, már csak látványosságként maradnak meg. Az attalaiak úgy gondolták, nem csak múltidézésre használják ezt a napot, hanem hasznos tudást is adnak, így Farsang közelettével. Rózsafánkot csinálunk most jelen pillanatban, utána ilyen forgásfánkot, utána meg azt a rendes fánkot fogjuk megcsinálni. A szervezők remélik, hogy sikerült kedvet csinálni, és a jövő évi hasonló rendezvényre egy a mai nál bővebb anyaggal várhatják a látogatókat. Mert a divat örökölt forgásában nem tudni, mikor tér vissza valami abból, amit nagyanyáink viseltek vagy tettek a maguk idejében, amikor eljött a mennyegző ideje. Kocsolán már 40 éve hagyományosan rendeznek borversenyt. Az évek alatt a termelői szokások átalakulásának eredményeként kiegészült a pálinkák viadalával. A fiatalok már jobban értenek a pálinka készítéshez, mint a boréhoz, hangzott el a találkozón. Itt a teremben látok még fiatalokat, akik agilisak arra, hogy ezt a szép szakmát úgymondván átvegyék, vagy folytassák. Igaz, hogy ez teljes embert kíván. Ez egy egész évi kemény munka, gyümölcse, amit ma itt elbíráltak a bírálók. Kocsolán nem csak a helyi termelők mutatták be az elmúlt év munkájának gyümölcsét. A hagyományoknak megfelelően a környező településekről, elsősorban Szakcsról és Dalmadról érkeztek a gazdák megmérettetni magukat. A kocsolai borverseny 4 éve lett pálinka mustra is, a fiatalabb gazdák inkább a rövid ital készítését preferálják. Közel 40 évre tekinthető ez vissza. Ez még egy iskolai tanár által lett kezdeményezve, úgyhogy, és abból kifolyólag ez most már hagyomány nálunk. Általában kocsolai gazdák hozzák el a bírálatra a boraikat, de most már Szakcsról vagy Dalmandról is hoznak borokat, illetve pálinkákat, mivel most már a 4. éve pálinka bírálat is van, így egyre az jellemzőbb, hogy egyre több a pálinka, mint a bor. Ez nem tudom minek köszönhető, szerintem annak is, hogy inkább a boros gazdák idősebb korosztály volt, és talán nincs olyan utánpótlásuk. A fiatalabb nemzedék még nem vette ugye át ezt az egész tradíciót, pedig nagyon jó lenne, ha ennek lenne hagyománya és folytatása. De úgy gondolom, hogy azért egy-két fiatal generáció is itt van, jelen van ezen a rendezvényünkön, és megméretteti magát. A rendszeres versenyzés vagy bírálat lehetősége a magasabb minőség elérésére sarkalja a gazdákat, mondja a bírálóbizottság elnöke, aki hosszú évek óta részese a versenynek. Körülbelül az utóbbi 15-20 borversenyen már mindegyiken részt vettem, és azt tapasztaltuk, hogy amióta rendszeresen megtartják minden évben a borversenyeket, ez a gazdákat mindig arra ösztönzi, hogy mindig jobb italokat állítsanak elő, tehát a borok minősége jelentősen javult az utóbbi években. Az idei esztendőben 52 mintát kóstolt végig a zsűri. A vörösborok közül 32, a rozéból 4, a fehérből 16 mintával neveztek a gazdák. Az érem megoszlása következő volt most. 22 arany volt összesen, 17 ezüst és 13 bronz, összesen 52 mintából. Ez egy nagyon szép arány, úgyhogy ez egy nagyon pozitív irányba mutatja a fejlődést. Az év bortermelőjének Orsós Károlyt, női bortermelőjének Braun Biankát választották a bírálók. Az év pálinkáját Orsós István főzte le, míg a legharmonikusabb ízhatást Preci József pálinkájára adta. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!